A 60-ban terjedő szag ellen tüntettek. A szabályok betartására hívták fel a figyelmet. Számos előadás és műsor szórakoztatta a diákokat. Köszöntöm nézőinket! Önök a 60 TV híradóját látják. Basa Boglárka vagyok, jönnek a részletek. A Kossuth téren gyűltek össze szombat délután azok, akiknek elegük lett a városban terjengő bűzből. A hatvani önkormányzat a demonstrálók mögé állt, Lestján Balázs alpolgármester kijelentette, azon dolgoznak, hogy minél előbb megoldják a problémát. Bűdös van! Bűdös van! Bűdös van! Bűdös van! Ezt skandált a Kossuth téren összegyűlt tömeg szombat délután. Ezzel egyértelműen kifejezték, hogy mi az, ami hónapok óta zavarja őket, és mi az, ami miatt tüntetni jöttek. Molinókkal is érkeztek, de olyan is akadt, aki szájmaszkot vett fel, jelezvén, máshogy nem lehet elviselni a bűzt. Mészáros Lászlóné szerint mindez az egészségre is ártalmas. Én úgy vélem, hogy az beleszivárog az agyvába, a folyóba, a talajba, mindenbe, a levegőbe. És mérgeznek bennünket, de... engem már nem is érdekel a gyerekeim, meg az unokáim jövője érdekel. Kucsik Attiláné hónapok óta érzi a szagot. Ahogy mondta, nem lehet tőle ablakot nyitni, szellőztetni, és nagyban rontja az életminőségüket. Leginkább kétféle bűzt éreznek. Valamikor ilyen kátrányszaghoz tudnám hasonlítani, a másikat pedig inkább ez a emésztőszag. A megmozdulás egy Facebook csoport kapcsán jött létre, ahol a tagok minden nap megosztják egymással tapasztalataikat. Pór Zoltán, a tüntetés szervezője azt mondta, folyamatosan nőtt a feszültség az emberekben, nem találtak kiutat a jelenlegi helyzetből, ezért szentek rá magukat a demonstrációra. Szerinte határozottan fel kell lépni a bűz ellen. Mindenképpen azt várjuk, hogy az út végén eredményre jutunk, méghozzá a kívánt eredményt érjük el. Addig ütjük a vasat, amíg forró. Ez ugye a beszédből is kiderült, nincs más választásunk. A tüntetés teljesen civil megmozdulás volt, de a képviselőtestület több tagja is részt vett rajta, Lestján Balázs pedig fel is szólalt. Az alpolgármester kijelentette, mindent megtesznek azért, hogy mi hamarabb megszűnjön a szag a városban. Ahogy mondta, büszke arra, hogy a hatvaniak nem hagyják magukat, összefognak és küzdenek az igazukért. Úgyis, mint önkormányzati képviselő, mint alpolgármester is, mint magánember is, ugyanolyan nagy problémának gondolom ezt az ügyet. Én is érzem minden nap ennek a szagnak a különböző kellemetlen hatásait. Én hozzám is érkeznek ezzel kapcsolatos panaszok, észrevételek. A legfontosabb dolog, amit tudunk tenni, hogy megrendelünk egy olyan szagmérést, ami esetlegesen kideríteti, hogy az a szag az honnan származik, és milyen fajta szag az tulajdonképpen, amit itt mindannyian érzünk, és hát ettől a vizsgálatot is rengeteg mindent várunk. Az alpolgármester kitért rá, Horváth Rihárd polgármester már megkereste az illetékes államtitkárt, hogy tárgyaljanak az ügyről. Leszögezte, a város hamarosan elvégeztet egy mérést, ami meg fogja mutatni, honnan ered a szag. A legtöbben úgy vélik, hogy a Lőrincén található szennyvíztelep okozza a gondot. Az üzem azt állítja, ők 25 éve ugyanolyan technikával dolgoznak, amihez minden engedélyt megkaptak a környezetvédelmi hatóságoktól. Ugyanakkor vizsgálatot indítanak az ügyben. A kerékpáros közlekedés szabályaira hívták fel a figyelmet a hatvani rendőrök pénteken délelőtt a Népkertben. A közlekedésbiztonsági versenyen ügyességi pályán is bizonyítania kellett a résztvevőknek, amit végül a Szent István Általános Iskola nyert meg. Egy minden vészhelyzetre felkészítő beszélgetésen indult az idei közlekedésbiztonsági verseny a Népkertben. A rendezvényt már több éve hagyomány jelleggel megrendezi a hatvani rendőrkapitányság, melyet a Heves megyei Balesetmegelőzési Bizottság támogat. Célja, hogy felhívja a figyelmet a nyári szünet kezdete előtt a közlekedési szabályok betartására. Ne hallgassunk zenét útközben, és figyeljünk oda, nem mással foglalkozzunk. És a felszerelés, hogyha például nekiütközünk valaminek, akkor ne sérüljünk nagyon. A rendezvényt Színyei András alpolgármester nyitotta meg, majd az általános iskolások csapatokat alkottak, és több feladatban is megmérettettek. Az ügyességi pályán kerékpárral kellett végigmenni, ahol többek között szlalomban is kipróbálhatták magukat a versenyzők. Az első volt a legnehezebb, mert nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy feldőljenek azok a kockák. De például a szlalom is nagyon nehéz volt, mert nem tudtunk úgy menni, hogy legalábbis nehéz volt úgy menni, hogy sikerüljön szlalomozni,
és akkor volt még a labdás, és az volt még nagyon nehéz. A bicikli kötelező tartozékaival is tisztában kellett lenni az iskolásoknak. Kórián Magor például azt is tudta, hogy a prizmán kívül még mire van szükség. Kell még a biciklire egy csengő, hogy tudjunk hangjelzést adni. Apukám alapból csőszerelő, de sok minden szakmát kitanult, és tőle tanultam ilyeneket. Tomcsányi Andrea, rendőrszázados elmondta, az iskola rendőre program keretében az iskolások egész évben tanulnak a KRESZ szabályairól. Az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek nagyon szívesen vesznek részt ezeken a programokon, és szívesen adnak számot a tudásukról. Az iskolai előadásokon is nagyon aktívak, és nagyon népszerűek ezek a programok. A rendezvényen egy különleges születésnapi kívánságot is teljesítettek a rendőrök. Ludányi Botond Attila negyedik születésnapját ünnepelte, akinek az volt a vágya, hogy egy rendőrautóban utazhasson. Nagyon szeretek rendőrautóba ülni, meg nagyon szeretek vele lássani. A verseny minden résztvevője apró ajándékokat is kapott a nap végén. Péntek este a népzenét játszó Tárkányművek lépett fel a Grassalkovics Művelődési Ház udvarán, ezzel pedig el is indult a Jam Garden idei szezonja. A nyár folyamán most is lesz kertmozi, tartanak gyermekfoglalkozásokat, koncertet a többek között a Kerekes Band, a Csík Zenekar, a Hiperkarma, a Lóci játszik és az ismerős arcok is. Már hetedik alkalommal szervezték meg a Grassalkovics iskolában a Mosolyfesztivált, ahol zenés, táncos előadásokat tekinthettek meg a diákok. Erre a napra az intézmény tehetséges diákjai önálló produkciókkal is készültek. Klasszikus és latin zene, zumba bemutató, hegedűjáték, népzene, versek és prózák. Művészetek színes palettája mutatkozott meg az idei Mosolyfesztiválon is, a Grassalkovics Antal Baptista iskolában, ahol már hetedik alkalommal ünnepelték meg humorral, zenével és mulatsággal a tanév végét. Szűk Balázs a program főszervezője elmondta, ez a rendezvény remek alkalom arra, hogy a diákok az egész évben felgyűlt feszültséget humorral, mosolyjal és nevetéssel adják ki. Tánc, főként versek, akkor egy rap előadás. Én magam is előbb próbálkozom egy gitárral, és hát a legvégén, mert ugye ez itt nálunk hagyomány, van színpadunk, tehát bábszínpadunk, és akkor ott meséket adnánk elő. Az intézmény tanára hozzátette, ezt a napot egyfajta összművészeti találkozónak is szánják a szervezők, amikor is az iskola tehetséges diákjai saját előadásokkal is bemutatkozhatnak. Mindezek mellett más 60 iskolákból is érkeztek előadók. A diszi zumbásai latin ritmusokra adtak elő látványos táncbemutatót, míg egy tehetséges testvérpár hegedűjátékkal és közös népdal énekléssel örvendeztették meg a közönséget. A hetedik Mosolyfesztivál programját filmes bemutató és bábelőadás zárta, hogy ezzel is méltó módon búcsúzzanak a diákok a tanévtől. Kedden a napos, nyári időben ismét erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés. Záporokra, zivatarokra számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Szerdán is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Egy esti órákban érkező hidegfronttal felélénkül és északnyugatira fordul a szél. Napközben sem lesz már hőség, 24-30 fokot mérhetünk. Csütörtökön változóan napos, felhős időre készülhetünk. Az előző napokhoz képest pár fokot visszaesik a hőmérséklet, délutánonként 22 és 27 fok körül alakulnak a maximumok. Kedves nézőink! Önök a 60 TV híradóját látták, most a Paletta című magazin műsorunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!